résztvevők 70%-ban az ikonikus Babettával érkeztek, de láthattunk Riga, Java, Simpson, Verhovina motorokat is. Sőt, a már nagy motornak számító MZ-k, illetve Pannoniák is csatlakoztak a hétvégi guruláshoz. 8 évvel ezelőtt ez úgy jött létre, hogy a Balogh Lackó barátunk talált valahol egy fészerbe egy ilyen régi kis Babetta mopedot, ami nagyon megtetszett neki, hiszen ő a fiatal korosztályból tartozik, és nem igazán tudta hova tenni ezt a gépjárművet. Ezért úgy döntött, hogy akkor már működött a közösségi média, megosztotta, hogy ha kap rá 1000 lájkot, akkor körbe motorozza vele a Balatont. Hát sikerült megkapni az 1000 lájkot, úgyhogy elindult az első túra, amin 3 fő vett részt, 2 barátjával elindult bátran. Mi fogadtuk őket, lestük őket, segítettük az útjukat, hogyha kellett az első alkalommal. Ez olyannyira bejött, hogy közösségi médiának hála megint csak meg kell, hogy említsem, hogy a következő alkalomra már körülbelül 40 fő jelentkezett, hogy csatlakozna hozzánk, közben én is beszereztem egy Babettát, és akkor elindult a második, aztán jött a harmadik, és most már a 8-nál tartunk. Jelen pillanatban 114 indulónk lesz a siófoki hajóállomásról, nyugati irányba indulunk, tehát Fonyód irányába, és 2 nap alatt fogjuk körbekerülni ezt a csodálatos magyar tavat. Bárki csatlakozhat ehhez a rendezvényhez, annyi a feltétel, hogy mivel a KLESZ szabályait be kell tartani, tehát jogosítványa kell, hogy rendelkezzen, tehát akkor 14 éves kortól, hiszen attól már lehet segédmotoros kerékpárt vezetni, egészen a felső határ, a csillagos ég, jelen pillanatban is van 70 körüli indulónk is. Nagyon kiemelném, hogy ez nem verseny, ez egy túra. Itt a lényeg a Balaton szépsége, a barátság és a retro motorok. Vannak fix megállópontjaink, ahol fürdünk, esetleg a Balatonba, megvan, hogy hol fogunk ebédelni, megvan az éjszakai szállásunk, az Révfülöp, az az első napi cél, aztán második napi fő cél az a Balaton világosi kilátó, hiszen onnan tudunk egyszerre begorulni a siófoki hajóállomásra, ugye a célra, ami reméljük, hogy elég látványos lesz, hiszen 114 motor, bízunk benne, hogy meg lesz mindenki a végéig. Ez elég látványos lesz szerintem. A 30 fok feletti hőmérséklet a retro motoroknak nagy ellensége. A legnagyobb kihívásunk az idei évben ez a hőség, ami most eluralkodott az országunkba. Hát én szeretem kimondottan a kihívásokat, tehát úgy gondolom, hogy velem gond nem lesz. Aztán, hogy Piri, ő a Babettám, én így hívom, bírja-e, ez majd dél körül ki fog derülni. Több megállót tervezünk be, többet fogunk fürödni a Balatonba, a motorok a hűsfák alatt addig pihennek, bízzunk benne, hogy ez jól megy. Én úgy vagyok vele, hogy addig a Babettához nem nyúlunk, amíg megy. Tehát az enyém megy és füstöl, nagyon jó szúnyogírtásra is egyébként ez a keverékbenzin, úgyhogy nem mondom, ez az egy hőség, ami kicsit úgy kemény lesz, de hát azért vagyunk, hogy kibírjuk. Hatalmas felkészülést igényel azért egy ilyen túra, hiszen ez 220 kilométerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy hát én már vagy 3 hete elővettem a motoromat, mentem vele 2-3 kört a városba, és úgy döntöttem, hogy akkor ez kész. Tehát bepakoltam egy törölközőt, a tisztálkodási eszközt és a motorhoz egy plusz gyertyát, smirgli van, sárga-zöld szigetelőszalag van, gyors kötöző van, más nem kell egy Babettához. Ennyi volt a felkészülés. A szervezők nagyon büszkék arra, hogy ilyen figyelemre méltó mennyiségű résztvevő csatlakozott. A sorainkban üdvözölhetünk olyan babettásokat is például, mint Farkas Gábor, ő egy szatymazi barátunk, aki épp a hetekbe tért vissza Afrikából, Marokkóból, Barta Zsolt barátjával, akikkel Magyarországra egészen Marokkóig motoroztak el Babettával, és kísérőautó nélkül, tehát visszafele is még Portugáliát is megnézték, úgyhogy bárki bármit mond, a Babetta egy kitartó motor, úgyhogy mi is kitartóak leszünk. A túra legfontosabb jelmondata az a terv, hogy nincs terv.